Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Hallod milyen hangomban? Te! Azt mondom, hogy nem tudok öltözni, csak halkan tudok beszélni. De próbálok hangosan beszélni, hogy azért halljatok. Nagyon rossz a hangom. Na, kicsit jobban vagyok, csak hangom egy kicsikét elment, de... Na, kicsikét jobban vagyok, nem vagyok annyira náthás, de ahogy halljátok, a hangom egy valamilyen oktál fogva, mondom, a betegség miatt ilyen. Amúgy, ma nem más fogunk csinálni, mint elővégeztem a munkám, úgyhogy kiálltam ide, hogy látjátok, ide a parkolóba, ide mi hozzánk, ott a házunk, majd nem olyan miénk, csak ahol lakunk a lakásba. Ide kiálltam a parkolóba, hogy ki tudjam porszívózni az autót, lehoztam ezt a kis porszívót, ahogy láttátok. Na, látod milyen szőrös, te? Na mindjárt. Ugye ki fogom porszívózni az autót, mert régóta nem porszívóztam ki, és... Amúgy ma nem ilyen filmes nap, holnap lenne filmes nap, de ma filmezek, ugyanis képzeld el, holnaptól Brisbane-ben fogunk dolgozni, ami az azt jelenti, hogy későn érek haza, és egy ilyen késői vlogot tudnák csinálni. Tehát azért gondoltam, hogy egy nappal előbb filmezek. A hétvégén valószínű, hogyha jó idő lesz és minden rendben lesz, meg hangom is visszajön, el fog menni a SeaWorldbe, képzeld el, megnézzük a cápákat, a jeges medvéket, meg mindenféle dolgot. Ma megmutatom nektek, hogy mi van ottam. De csak hogyha nem is az esőn is mondott esőt, vagy szombatra, vagy vasárnap hétvégre valamikor, meg attól függ, hogy milyen lesz a hangom, meg minden. Bár most már tényleg kezdem jobban érezni magamat. Én most nekiugrok az autónak, és kiporszívózom. Amúgy még porszívózom az autót, akartam nektek mondani, hogy jelenleg melyik a Lukaszért, még mire felszámoló iskolából el kell mennem a bankba, el kell mennem a... hova kell még mennem? Ja, a benzinkútra tankol, mert nincs benzin az autóba. Aztán jövünk haza, és nem tudom még mit csinálunk, mert valami érdekeset biztos, hogy fogunk csinálni. Az idő amúgy jó, képzeld el, megjött a meleg, vagyis a melegecske, ugyanis most már elég jó idő van, majdnem, hogy ilyen nyáros idő van. Ahogy látjátok, jön itt egy ilyen két helyre autó, most elment, nem ilyen? Ilyen póló van rajtam, ilyen ing, meg egy ilyen póló, ugyanis nem akarok megfázni, de volt rajtam egy hosszújú munkával, képzeld el, és azt mondta az öcsém, hogy tiszta hülye vagyok, mert most már 26 fok van, és még mindig hosszújú kabátban vagyok, mindegy. Ő meg rövid nadrágban volt, meg rövid ujjúban, meg apukám is, úgyhogy nem mindegy. Gondoltam, hogy azért valamit rakok magamra, ne csak egy ilyen pólóban legyek, hanem nehogy véletlen megfázzak. Mindegy, takarítom tovább. Aztán befejeződött a YouTube-on a ritkítás, a feliratkozóknak a ritkítása. Nem csak én ritkítottam a feliratkozókat, hanem a YouTube is segített nekem ebbe. Ugyanis a YouTube letörölte azokat az embereket a YouTube-ról, aki nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem lehet, hogy nem említettem, de sokan mondták nekem, hogy csináltam vagy 10 ilyen accountot, ugye YouTube-accountot, ugye, és feliratkozott a csatornámra, tehát hogy minél több feliratkozom legyen. A YouTube ugye ez egy idő után észreveszi, tehát egy hónap, két hónap múlva észrevette, és az összeset megszüntette. Tehát ahogy láttátok, vagy nem tudom, nézitek-e vagy nem, de épp tegnap néztem vissza, mert puff, megállt a feliratkozók száma, még vissza is esett, és néztem, mi történt, és pár száz embert letöröltek, mert ugye nem használja a YouTube accountját, nem használja, és ilyenkor a YouTube ezeket megállítja, tehát letörli ezt a YouTube-ot nekik, és hiába van a feliratkozva, tehát annak idején jó volt, hogy sok feliratkozó jött, és ezeket a YouTube most így mind kiszüntette, és letörölte, úgyhogy ezek az embereknek a YouTube eltűnt. Aztán képzeld el, visszakaptam a szemüvegemet, nem ezt a szemüveget, hanem a videós szemüveget, ugye ezt a pivot headet, amiben itt bemolít a kamera. Úgyhogy arra gondoltam, hogy jövő héten el fogunk menni a boltba, ebbe az elektronikai boltba. Ugyanis még mindig, ugye a múltkor nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor megyek el a boltokban, lefilmeztetném az árakat, meg mik vannak és mik nincsenek, de ugye nem volt itt a szemüvegem, nem tudtam megcsinálni. Visszajött a szemüvegem. Valószínű, hogy vagy valamelyik nap, jövő héten, vagy amikor elmegyek, aztán megmutatom nektek, ugyanis még mindig nagyon sokan kérdeztétek. A kérdésekre fogok válaszolni, amit feltettetek a tegnapi videóhoz, ugye ez a kérdezz videóhoz. Hogyha még valakinek mindig van kérdése, oda videó alá lehet kérdezni, és majd csinálok egy ilyen rövidebb videót, és megosztom, vagy válaszolok a kérdésekre. Na mine? Úgyhogy porszívózzunk tovább. Hét hónap, és költözhetünk. Te, én annyira nem szeretek itt lakni. Olyan mondom. Na minden, menjünk. Autó, készen van, ki van takarítva már, amennyire tudtam ezzel a pici kis porszívóval, ugyanis sok mindent nem akar felszívni. Egy pár dolgot felszívott, de... Na minden. Úgyhogy a legközelebb valószínű, nem valószínű, biztos, hogy a házba fogunk visszaköltözni, mert ezt a lakásdolgot nem nekem találták ki, de...
annyira nem szeretem, minden, na minden. Amire tudtam, kitakarítottam az autót, kívülről meg kellene mosni, de minden másnap meg lehetne mosni, ugyanis az építkezés miatt állandóan tiszta poros az egész autó. A belsét is át kellene törölni egy vizes ruhával, aztán szépen ugye kisúvickolni, de arra ma nem lesz időm. Ugyanis már 2 óra 20 van, és még mindig el kell mennem a bankba, át kell mennem tankolni, van 40 perc, hogy odaérek az iskolába, és felvegyem a Lucas-t. Úgyhogy, na várjál, szóval megyünk. És piros van megint. Nem, zöldet kaptam. Minden múltkor valaki kérdezte, hogy ezzel a garázsa kapcsolatban, hogy miért odaállok mindig az autóval. Azért állok mindig ugyanoda az autóval vissza, mert mindenkinek van egy száma, és csak arra a számra állhatsz meg. A mi lakásunkhoz egyetlen egy autó beállás jár, lenne ott a garázsba, és csak arra a számra tudsz megállni. Amúgy, mivel építkeztek, kaptunk egy új számot, mikor ide költöztünk, meg ugye még mindig építkeznek, de befejezték az építkezést, valami új lakó költözik be, tehát ott, ahol most állom azda, onnét el kell vinnem, és oda kell parkolnom, ahonnét felvettem ezt, ugye ezt az autót itt a videó elején, ugyanis az a mi rendes helyünk. Úgyhogy van még egy hete, hogy elvigyem az autót, és visszaállítsam a rendes helyre, ahol nagyon nem szeretek ott állni, de na minden, úgyhogy oda kell visszaállni az autóba. Amúgy én mindig vezetek. Még egy 5 perc, mire odaérek te. Valami ez itt is zöldet kaptunk. Te ezek a lámpák tudják, hogy késésben vagyok, és nem fog odaérni az iskolába. Már kidobjuk az indexet. Na nézd, látod milyen nyomvat fenyő? A fenyőfa. Ilyen pálmafa volt, Lali volt rajta levél, szegény pálmafa. Na, megérkeztünk, úgyhogy bemegyek ide, azt hiszem a beálló, alsó beálló esős garázsba, vagy minek hívják, ide a parkolóba, és ott fogok megállni, aztán gyorsan befutok a bankba. Persze, az autó majdnem nekem jött, nem láttad, mert leesett közben a kamera, de fordultam be, az meg nagy sárséggel fordult ki, aztán majdnem nekem fordult. Amúgy megjöttünk, ide beállunk, valahova, oda be, szembe valószínű. Oda. Na, megparkolozok gyorsan, befutok a bankba, befutok a oda, szembe, a benzinkútra. Aztán felveszem az iskolából a Lucas-t és folytatjuk tovább otthon valószínűleg, mert ugyanis nem hiszem, hogy lesz időm filmezni, majd meglátjuk, nem menjünk. Vége! Hajte! Vége! Na minden, végeztem. Mindennel. A bankkal végeztem, vége. Raktam be benzint az autóba. Komolyan mondom, nem tudom, mi van ezzel a benzin, de lehet, hogy Lukas a tankon, komolyan mondom, mert olyan gyakran kevostával tankolom. Igaz, hogy még sokat, mert autózok vagy minden, de úgy olyan gyorsan elfogy minden fene, komolyan mondom. Na igen, úgyhogy komolyan mondom, megyek az iskola felé, nézd! Mindig vezetek. Amúgy tudom, mit vettem észre? Most nem, hogy nem filmeztem annyit, mert ugye szabadságon voltam. Ugye kevesen videók voltak. És tudom, mit csináltam? Semmit csináltam. Ugye el voltam lustulva, komolyan mondom. Várjál, befordulok. Komolyan mondom, el voltam csak lustulva, hazamentem és még sok mindent nem csináltam. Tévét néztem, délutánonként ugye játszottunk a Davis-szel, a Lucas-szel, megnéztünk egy filmet, vagy... De sehol úgy nagyon nem mentem meg. Várjál, megint fordulok. Na, kifordultam magamat. De azok olyan napok, amikor ugye filmezek, akkor úgy megyek meg olyan, nem tudom, olyan másabb érzés meg. Mindegy, ugye jót tesznek nekem ezek a videók, hogyha filmezek. Olyan másabb az embernek a hangulata, nem csak ugyan el van punnyadva. Na, innen megérkeztem, van amúgy egy olyan pár percem, aztán beindulok, besétálok és felveszem a Lucas-t, amúgy még mindig itt álltam meg, látod itt hátul. Amikor adtam egy SMS-t, nem nézem ki az. Hozzá érkeztünk! Nézd ki van itt! Szervusz, mi a helyzet? Úgy, massza! Megebédeltünk, és most nem más tudunk csinálni, mint... kell tanulni? Én nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Kell tanulni, vagy nem kell tanulni? Ha picit. Ugyanis szünet kezdődik jövő héttől, hétfőtől péntekig az utolsó nap, és 2 hetes lesz a szünet. Ez nem más, mint a tavaszi szünet. Mit kiabálsz? Tartani akarod? Hát nem hiszem. Amúgy most éppen... Mit láttál? Amúgy most éppen ezt a sorozatot nézzük. Így az egész család. És később pedig mit csinálunk? Megnézzük a játékokat, hogy melyikkel fogunk játszani. Ja. Na, hogy kiterültél? Mivel elfáradtál? Nem. Nem? Úgy nézve ki. Elmegyünk és... Megnézzük, hogy milyen játék, ilyen játékokat fogunk még csinálni. Megmutatom, hogy még mik vannak ezek az újfajta játékok, ilyen demo játékok.
Nézzel ki, mint a rapper, mi? Te, nyuszi. Amit le kell vágni majd a hajamat, hogy látod, kezdve én hosszú lenni. De nem csak az enyémet, a tiédet is oda néznél, milyen hosszú vagy, gyere ide. Legalább az oldalát megint fel kell neki nyírni, úgy, mint a múltkor. Bocsi, ezt így fel kell állítani, nem is úsztam meg nagyon. Meg a Davis-ét is meg kell nyírni. Ha máshol nem, legalább előre, úgyis nagyon belelóg a szemébe. Mit csinálsz? Na, látod, hogyha pózkodik, belelóg a szemébe, és mindig így el kell oldalra így tolni, úgyhogy valószínűleg hogy előre legalább itt le lesz neki majd vágva. Ne hülyeskedjél! Na mi olyan vicces, Nyuszi? Mi olyan vicces? Jó! Na mi a helyzet? Megcsináltad a házi feladatodat? Nem még. Mi nem még? Beírok egy könyvet. Tudom, hogy írsz. Ez a Lucasnek az új könyve, amit ír. És ez miről fog szólni ez a könyv? Hát én nem akarom spoilerni neked nem. Még. Nem akarom még. Mi nem akarja nekem elárulni, hogy elkészül, akkor elolvasod. Azt mondta. Nagyon jól vagyok végezni. Igen, nagyon közel van. Chapterem vagyok hatba. Igen? Hát te. Hát nagyon kíváncsi leszek erre a könyvre. Délután úgy, ahogy a hangom is, ahogy halljátok. Te! De innen remélem, hogy holnapra már jobban lesz hangom, és visszafogja. Még egy kicsit azért még mindig nátás. Amúgy itt volt az öcsém is, sok nem csináltunk, ma nem csináltunk ilyen játszós videót. Hol vagy? Ott vagy. Ott vagy. Mikor? Holnap csinálj meg megint egy ilyen videót? Mit? Mit? Ilyen játék videót? Ja. Hogy megint játszunk? Ami mostanában többet játszunk, nem többet játszunk, mint ahogy szoktunk. Tegnap délután is játszottunk, tegnap előtt is, nem? Ja. Ja. Már nagyon rég volt, ja, hogy leülünk így délután, és csak tényleg csak mi ketten így játszunk, mert mindig valami más csinálunk, vagy a Davis-szel játszunk, vagy valami, vagy a Lucas egyedül játszik. Úgyhogy ezek a játék, ezek a gameplay-ek arra is jók, úgyhogy hogy többet játszunk együtt, nem? Ja. Na. Amúgy a Lucas egy nem más néz, mint a... Labrats. Milyen patkányok? Mondták, milyen patkányok? Ezek a laboratórium patkányok. Azt hiszem, ez a magyar cím, nem? Emlékszel rá? Nem kicsed már magadat. Rész, ahogy fürdik. Minden? Rész, fürdik. Aztán vacsorázunk, valószínű. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem. Nem akarok tovább hangoskodni, meg kiabálni. Azt, hogy iszok valamit a játékokról, hogy jobban legyen. És remélem, hogy holnapra jobban lesz, úgyhogy többet tudok nektek ordibálni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!